Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Van egy rendkívül nemes kijelentés, miszerint az sújtson le a pallossal, aki az ítéletet meghozta. Ezzel semmi probléma nincs, de mi van akkor, amikor az ítéletet meghozó ember erkölcsi, de általában vallási okokból úgy döntött, hogy nem szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Nos, kellett valaki, aki végrehajtja helyette. A római birodalom törvényeinek értelmében a bűnözőket két csoportba sorolták. Voltak azok, akiket becsületesen büntettek meg, meg voltak azok, akiket nem. Tekintettel arra, hogy a bűnözőket megkülönböztették egymástól, érthető, hogy az ítéletüket végrehajtó szakembereket is. Rómában az ítélet végrehajtást kettő mesterember művelte. A Carnifex és a Lictor. A Carnifex, avagy a mészáros, az a személy, aki azokat az embereket büntette, akik nem voltak római polgárok. Ezzel szemben a Lictor foglalkozás körébe tartozott minden olyan testi fenyítés, ami az alapjáraton becsületes római polgárokkal kapcsolatos. Itt az a lényeg, hogy a római polgár minden más emberrel szemben felsőbbrendűnek számított. Maga az elgondolás, miszerint a bűnözőket, illetve a büntetésfajtákat az adott társadalmi elvárásoknak megfelelően kategorizálják, mindenki számára tetszetőssé vált. A középkori német-római birodalmi törvények úgy szintén kimondták, hogy mind a büntetésükre váró embereket, mind pedig a büntetéseket végrehajtó szakembereket szeparálják. Kialakult egy új társadalmi réteg, amelybe azok a mesterek tartoztak, akiket a társadalom egyöntetűen megvetett, de mégis a létezésüket megkövetelték. Ezen nem kell meglepődni, az ehhez hasonló paradox jelenségek gyakran megestek. A feudális büntetőjogban a halálos ítélet végrehajtásakor az élet kioltása másodlagos, már-már lényegtelen. A halál mindennaposnak számított, gyakorlatilag bármibe belehaltál, tehát egy ember megölése nem volt valami nagy szám. Itt a hangsúly azon volt, hogy hogyan ölték meg. Az ítélet végrehajtás elsődleges célja volt a nevelés, a megszégyenítés, és nem utolsó sorban az elrettentés. Itt kell különbséget tenni a német-római birodalomban tevékenykedő Scharfrichter, azaz a bakó, illetve a henkér, azaz a hóhér között. Tömören tisztázva a kettő közötti különbséget, a bakó az a mesterember, aki egy és csak is egy kivégzési formáért felel. Ő az, aki az embereket lefejezte. Ezzel szemben a henkér, avagy a hóhér volt az, aki mondjuk úgy, hogy ezer mester szinten működött. Csak hogy néhányat említsek, a hóhér felelt az akasztás, felnégyelés, kiherélés, megégetés, kerékbetörés, kibelezés, mágiára küldés, kézlevágás, nyelvkimetszés, megvesszőzés és még sok más büntetésért. Azt azért el kell ismerni, hogy ilyen téren rendkívül találékonyak voltak. Már most el kell mondanom, hogy ami a német-római büntetés végrehajtókra érvényes, az a Magyarországon működő kollégáikra esetenként nem. Tehát, hogy még egyszerűbben fogalmazzak, a bakó volt az, aki azt az egyetlen egy kivégzési formát űzte, amiben közte és a kivégzendő ember között nem kellett fizikai kapcsolatot létesíteni. Nem volt szükség arra, hogy az elítélthez hozzáérjen. A szakmabeli hierarchiát nagyjából felvázoltam. Legfelül van a bakó, avagy a becsületes kivégzés művelője. Alatta működik a hóhér, akinek az összes létező kivégzési és kínzási módszert nemcsak hogy ismernie, de kvalifikáltan kellett művelnie. A hierarchia legalján található a gyepmester. A gyepmestert manapság úgy ismered, hogy sintér. A sintér hatáskörébe tartozott egyszer a beteg állatok leölése, másodszor az elpusztult állatok összegyűjtése, továbbá az azok számára feltalált emésztőgödrök létesítése. Itt lényeges megemlítenem, hogy a gyepmester nagyon ritkán működött, mint önálló szakember. Általában a hóhér volt az, aki ezt a szerepet is betöltötte. Magyarországon nem igazán tettek különbséget a bakó, a hóhér, illetve a sintér között. Itt általában mindent a hóhér csinált. Az ítélet végrehajtó mester, mint hivatalos foglalkozás, durván a 13. század közepe táján létesül. Ennek az oka nem más, mint hogy a 13. század elején megalakult az inkvizíció,
ami annyi alapanyagot termelt, hogy a kivégzések, illetve a kínzások hivatalos lebonyolításához konkrét szakember kellett. Ha elmész egy várba, múzeumba, vagy bármilyen ezekhez hasonló épületbe, azokban általában van egy részleg, ahol, ha kínpaddal nem is, de egy csukját viselő, a kezében fejszét tartó alakkal biztos, hogy találkozol. Merem feltételezni, hogy a hóhérokkal kapcsolatban kialakult benned egy elképzelés, miszerint ők valami elképesztő, gusztustalan, szadista állatok voltak. Ez részben így is van. Azonban kettő dolog fontos. Az egyik az, hogy a hóhér szakmát, habár egyes alapjáraton szadista emberek számára maga volt a paradicsom, nem feltétlenül és nem mindig szabad akaratból művelték. A másik az, hogy a hóhérok jó és tisztességes oldala messze nem kap elég figyelmet. A hóhér mesterség művelése egyszerre volt áldás és átok. A társadalmi helyzetükből kifolyólag nem voltak tisztes polgárok, sőt, az egész családjukat megbélyegezték. Ha adott hóhérnak született egy gyereke, az csak és kizárólag a mesterségen belül házasodhatott. Magyarán csak egy másik hóhérhoz, vagy annak a gyerekéhez mehetett hozzá. De ha ez nem lenne elég, a házasságuk nem volt hiteles, hiszen révén becstelen emberekről beszélünk, még arra sem méltatták őket, hogy tisztes házassági ceremóniában részesüljenek. A hóhérházasságok mindegy szálig törvénytelenek voltak. Ugyanez vonatkozik arra is, amikor a temetésükről beszélünk. Nem volt joguk ahhoz, hogy egy egyházi személy rendes körülmények között búcsúszöveget mondjon mi egymás. Ezt ellensúlyozva, habár a 18. századig csak ritkán volt állandó fizetésük, egy-egy kivégzés vagy kínzás alkalmával rendesen meggazdagodtak. Általánosan elfogadott volt, hogy a hóhér a klasszikus példája annak, amikor valaki eladta a lelkét. Ha ennek tetejében még ráadásul rossz ember is volt, akkor a következő történt. Lengyel János köti fejére magát, hogy ennek utána szokása szerint nem részegeskedik, senkit nem szidalmaz, sem gyalázatos szókkal nem illet. Az piacon semmiféle eledelhez nem nyúl, fegyvert és egyebet magával nem hordoz, hanem mindeneket megbecsülvén magát jól viseli. Különben cselekedvén tulajdonfejessék elérette. A hóhér olyan volt, mint az útmenti jelzőtáblák. Nagyon messziről láttad, hogy közeledik. A téfitekkel ellentétben a személyazonossága nem volt titkos. Mindenki tudta, hogy ki ő, továbbá azt is, hogy kik a családtagjai. És akkor itt megragadom az alkalmat, hogy a már-már ikonikussá vált símaszkot megbeszéljük. A hóhérok csak és kizárólag munka közben viseltek maszkot. És azt nem a praktikus, hanem a szimbolikus vonatkoztatása miatt. Mivel mindenki ismerte, magától értetődik, hogy a cél nem a személyazonosságának elrejtése volt. A csukja vagy maszk egyszerre volt elrettentés, illetve figyelemfelhívás, miszerint a személytelen, mindazonáltal kegyetlen törvény mindenkire lesújt. A jelzőtáblás hasonlat nem véletlen, ugyanis a hóhérok hétköznapi, mindig és minden körülmények között viselendő egyenruhája a piros palást. Ez például Magyarországon adott megyékben változott. Volt, ahol zöldet, kéket vagy feketét hordtak, de túlnyomó többségben pirosat. Ennek a piros köpenynek az volt a lényege, hogy már nagyon messziről észrevehető legyen, illetve hogy a polgároknak legyen idejük elmenekülni. Ez szó szerint értendő, ugyanis ha valaki akár csak hozzászólt a hóhérhoz, elvesztette a becsületét. A mesterek általában a város szélén, vagy a városon kívül létesített emésztőgödrök közelében laktak. Ez a 18. században megváltozik, akkor már beköltözhettek a városba, és az emésztőgödrös házakban csak és kizárólag a segédeik laktak. Minden hóhérnak két segéde volt, amolyan pribékek. Az volt a dolguk, hogy egyszer előkészítsék a kivégzéshez vagy kínzáshoz szükséges felszerelést, másodszor tanuljanak. Ugyanis bizonyos idő után a segédeknek kvalifikálni kellett magukat. Itt mindenképpen megemlítek egy érdekességet. Magyarországon állandó szakemberrel a pallos joggal rendelkező királyi városok, vármegyék, esetleg földesurak rendelkeztek.
Ha mondjuk adott városnak pallos joga volt, azaz saját hóhéra, azt onnan tudtad, hogy a város szélén volt egy bitófa. Tegyük fel, hogy ma kivégzés van, de a hóhér beteg lett. Olyankor az történt, hogy a két segédje közül az egyik átvette a helyét. De mondjuk, hogy a két segéd is beteg lett. Na, ilyenkor mi van? Átvették családon belül. Ha a hóhérnak volt fia, lánya vagy felesége, akkor ő köteles volt helyettesíteni a mestert. Visszatérve a kvalifikációhoz, mi volt a hóhérrá válás kritériuma? Az első az, hogy tudjon írni és olvasni. Másodszor. Ismernie kellett a kínvallatás minden fokozatát. Tudnia kellett, hogyan kell levágni a kezet, vagy az ujjat, az orrot vagy a fület. Hogyan kell tüzes fogókkal tépni és bélyeget égetni az arcra. Végül pedig tudnia kellett helyesen akasztani, a pallost biztos kézzel kezelni, a kerékkel a csontot miszlikre aprítani, a szegény bűnöst vízbe folytani és felnégyelni. A hibát vagy kontármunkát nem engedhette meg magának. A hóhértanoncok halott állatokon gyakoroltak, viszont a nevezzük úgy záróvizsga egy rendes kivégzésen vagy kínzáson történt. Nagyon izgalmas, hogy amikor egy tanonc záróvizsgára készült, a hóhér 2 órával előtte felvágta a saját ereit, a vérét összegyűjtötte, majd odaadta a segédnek, hogy legyen ideje hozzászokni. Amennyiben sikeresen teljesítette a hóhérvizsgát, megkapta a hatalmi jelvényét, ami egyben a munkaeszköze is volt. Ez volt a hóhér pallos. Volt egy viszonylag ritka, de létező eset, melynek értelmében egy hadifogoly a büntetésének megváltása céljából egy időre elvállalta a szakmát. Tömösvári Haszán nevű török rab, reménytelen lévén sarcon megszabadulásban, szabad akaratja szerint felvállalta mától fogva 3 egész esztendőkig az hóhérmesterséget, s végre, hogy az eltelvén megszabadulhasson mostani rabságából. Ő is magára vállalta, hogy azon hóhérmesterségnek jövedelmétül valamennyi kezesség rajta vagyon, és az tömlöcváltságot is meg fogja fizetni. Mellyel megfizetvén mi is fogadjuk, hogy ezen tömösvári Haszán nevű rab szabadon és békével bocsáttatik. Itt azért ne gondoljuk azt, hogy adott városok versenyeztek volna egy török hadifogoly szolgálataiért. Eltekintve a brutális mi voltától, a hóhér szakma esetenként nehézkes volt. Minden kivégzésnél megkövetelték, hogy úgy történjen, ahogyan az megvan írva. A lefejezés gyorsan és szépen, a mágia halál lassan és csúnyán, mi egymás. Mindezen felül a kivégzésre váró egyedeket ritkán ítélték el úgy, hogy még aznap megtörtént a dolog. Általában volt vagy 3-4 nap, ameddig egyfajta siralomházban volt. Na ennek a 3-4 napnak az volt a lényege, hogy a bűnös és a hóhér megismerkedjenek. Akármennyire furcsán hangzik, a hóhérok nem minden esetben voltak szívtelen szörnyetegek. Továbbá lehetőség volt arra, hogy a kivégzendő ember családja beszélhessen vele. Az ilyen beszélgetések során megtörtént az is, hogy kötöttek egy megállapodást. Például azzal kapcsolatban, hogy nem szerették volna, hogy a családtagjuk szenvedjen a mágián. Tehát lefizették a hóhért. Lefizették azért, hogy a mágia füstjében felmásszon mögé, és kegyesen megölje. Továbbá az is lényeges volt, hogy az elítélt együttműködő legyen. Apró érdekesség, ha valakinek 3 csapással nem sikerült levágni a fejét, már pedig volt ilyen, akkor az szabadon távozott. Ez nem törvény volt, hanem babona. Viszont Hunyadi Lászlót a babona sem tudta megmenteni. Amikor a hóhér 3. ütéssel a fejét nem tudta levágni, László, ám bár kezét háta mögött összekötötték, saját erejéből felemelkedett, és állva mondta. Jogosan kerültem el a halált, midőn 3 csapással lesújtva, Isten jóságosságából eddig megvagyok. Így szólván, amit sokan, akik ott álltak, hallották. Így néhányan azok közül, akik az ő megölésére a király testküszegővé tették, azt parancsolták, hogy a hóhér mérjen 4. csapást, és így legott kiszenvedett. Azonban ez azt jelentette, hogy a hóhért vették elő, amiért ügyetlen volt. Egy-egy hóhér ügyetlenségét azzal büntették, hogy a nézőközönség, mivel a kivégzés egy látványosság volt, fogta magát és meglincselték. És akkor itt jön a lényeg. Tegyük fel, hogy a kivégzés csak 3 nappal később történik,
viszont az elítélt rossz állapotban van. Beteg. Talált ki, hogy ki volt az, aki a kivégzés napjáig életben tartotta. A hóhér. A középkori orvosok közül senkinek nem volt olyan szintű anatómiai tapasztalata, mint azoknak a mestereknek, akik a kivégzéseket, illetve a kínzásokat végezték. Bár mondjuk ez annyira nem meglepő, hiszen a testek precíz tönkretételéből éltek. Tudatában annak, hogy már attól becsületet vesztett, hogy a hóhérhoz hozzászólsz, talált ki, hogy adott pestis járvány kitörésekor ki volt az első ember, akitől segítséget kértek. Frey János Gáspár debreceni hóhért, a pestis járványban tanúsított sikeres orvos tudományáért Károly császár 1739-ben tisztes polgárnak nyilvánította. A hóhérokat Magyarországon legelőször bitónak nevezték. Ebből származik az akasztófa másik neve, a bitófa. Ezen kívül nevezték még őket mesternek, perdőnek, hohárnak, börtönnek, hengérnek, mi egymás. A börtön az furcsa lehet, de akkoriban a mai értelemben vett börtönt úgy nevezték, hogy tömlöc, CZ-vel. Most mondanám, hogy az utolsó mester ez meg ez volt, de az a nagy helyzet, hogy a hóhérok a mai napig léteznek. Meg lehet, hogy nem nevezik őket annak, azonban, ha egy hivatáshoz hozzátartozik, hogy egy másik embert a törvény nevében kivégezzen, tehát nem megöljön, hanem kivégezzen, az a szakma a hóhér. Szóval ez lett volna a középkori ítélet végrehajtó mesterek története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!